Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café. Egy nagyon érdekes hét elé nézünk. Vendégeink a Magyar Tudományos Akadémiáról érkeztek, és egy expedíció, egy őstörténeti expedíció kapcsán beszélgetünk magáról az expedícióról, a belőle készült filmről, az őstörténet kutatásról, egy kicsit elődeinkről, meg az is lehet, hogy az utánunk következők is szóba kerülnek majd ez alatt az egy hét alatt. Dr. Türk Attila régész, ő egyébként az expedíció vezetője, ő ül velem szembe, nagy szeretettel köszöntöm, örülök, hogy itt van, és két másik tag is megtisztelt bennünket az expedícióból, dr. Mende Balázs Gusztáv, antropológus, laboratóriumvezető, és dr. Langó Péter, régész, tudományos munkatárs. És ha már itt tartunk, akkor ilyen lábjegyzetként hadd kérjem meg dr. Mende Balázs Gusztávtól, hogy ez az archeogenetikai laboratórium, amelyben ő dolgozik, az egészen pontosan mit jelent? Hát remélem, hogy ki fog derülni a beszélgetés közben is. Ugye archaikus korú biológiai mintáknak a DNS feltárásával foglalkozik ez a laboratórium. Tehát gondoljuk azt, hogy hétköznapi dolog most már, hogy próbálnak a orvostudományban különböző betegségeket gyógyítani azzal, hogy a DNS-ünkből, a vérből, más szövetből kinyert DNS-ből tipizálnak bizonyos tulajdonságokat, akár a bűnügy technológia kriminalisztikába használják ezt a módszert. Ezt a módszert most már archaikus csontból, archaikus maradványból kinyerve is tudjuk használni, és logikus, hogy ez adja azt a lehetőséget egyáltalán, hogy történetű, korú mélységű népességeknek a bizonyos biológiai adatait a DNS molekula által nyújtott információs szinten értékeljük. Csak rögtön egy poénnal hadd reagáljak erre, akkor ön az egyik népszerű kereskedelmi csatornán futó sorozatban, a Dr. Csontban simán szerepelhetne. Hát ha... Bocsánat. Jó, igen. Tehát vállaljuk föl. Igen, jó, csak igen. Hogy akkor teljesen el tudjuk így van, ennek az összes inkább talán pozitívumával és talán kevesebb negatívumával. Attila, honnan indult ez az expedíció sorozat, hiszen nem csak egyről beszélünk, bár ugye egyből készült film. Mik ennek az előzményei? Hát a kezdetek tulajdonképpen arra nyúlnak vissza, hogy a magyarság, tudván azt, hogy Kelet-Európából érkezett be, elődeink Kelet-Európából érkeztek be a Kárpát-medencébe, igazából mindig is kérdésként fordultak az eredethez, a magyarság eredetéhez, már a középkor folyamán is, és aztán a újkorba pedig a tudományos kutatás is megindult ezzel kapcsolatban, milyen választ lehet erre a kérdésre adni egészen pontosan. Ugye 1834-ben születik meg a honfoglaláskori régészet, felismerik az első biztosan honfoglalóként meghatározható sírt, és régészetileg gyakorlatilag ettől a kezdeti pillanattól kezdve a magyar régészetnek a figyelme Kelet-Európára fordult, Kelet-Európa iránt fordult, hiszen az írott forrásokból tudtuk, hogy elődeink abból az irányból érkeztek. És ez a régészeti kutatás, ugye mindegy 180 év elmúltával, most egy új fordulóponthoz érkezett, úgy gondolom. Tulajdonképpen 2009-2010-ben volt egy olyan szerencsés urárlélelet. Hát ugye régészet az egy tudomány, meg hát annak is tartjuk, de a szerencsének a szerepe az gyakorlatilag mind a mai napig ugye elsődrangú. Az Urál térségében, az Urál keleti oldalán, Cselyabinsztól északra, mint egy 100 kilométerre előkerült egy olyan régészeti lelőhely. Az első leleteket fémkeresősök találták, meg egyébként ők szolgáltatták be a múzeumba, amely meglepően jó és szoros kapcsolatot mutatott a mi Kárpát-medencei honfoglaló anyagunkkal. És hát ugye az volt a hatalmas nagy szerencse, hogy a Cselyabinszki Múzeumban egy olyan régész dolgozott, Szergej Botalov személyében, aki tízszer járt Magyarországon korábban, és hát ennek a leleteknek a jelentőségét egyből felismerte. És vele vettük fel a kapcsolatot, és hát a későbbiek során 2013-ban sikerült először közös expedíciót szerveznünk, együttműködési szerződést kötöttünk a Cselyabinszki Múzeummal, mi a akadémiáról, illetve a Pázmányról, és így sikerült megszervezni az első orosz-magyar-urári régészeti expedíciót, amelyet aztán a következő években újabb expedíciók követtek, és hát ha minden igaz, az idén már az ötödik lesz, gyorsan szalad az idő. Beszélgessünk egy kicsit erről a
különlegességről, ugye azt mondta, hogy az Urálban találtak ősi magyar nyomokat, ami, hát ha valaki visszaemlékszik általános és középiskolai tanulmányaira, akkor ez nem az a tipikus útvonal, amit valószínűsítettek, hogy merre jöttek a honfoglaló magyarok. De. Hát az de ez tulajdonképpen ez a szerencsé. Igen, ez egy furcsa helyzet, hogy minden őstörténeti kutatástól általában azt várjuk el, hogy valami novumot hozzon, valami extra novumot, de azért az a kvázi hivatalos tudomány, amit sokszor negatív értelemben akadémiai állásfoglalásnak neveznek, vagy visszakötnek egészen, tudjuk, hogy a Habsburgokig, biztos erről majd a későbbiekből lesz szó, hogy most miért van nekünk finnugor eredetünk, vagy miért beszélünk egyáltalán erről. Minden esetre az Urál földrajzilag azért ez egy olyan terület, amely a legtöbb elképzelésnek szerves része, és ebből a szempontból ez a lelőhely adta lehetőség, független attól, hogy ez később majd akár bármiféle természetanyagos vizsgálat, vagy részletesebb vizsgálat tényleg köti a magyarokhoz, vagy nem, ettől függetlenül beleillik ebbe a reálisan felmért vándorlási útvonalba. A probléma inkább az időpontokkal van, illetve a innéttől a Kárpát-medencéig tartó szakasznak a pontos helyszíneitől. Tehát az, hogy ezen a területen esetlegesen itt valami nyom lehetséges, ez azért nem egy akkora novum. Eztől még nem kellene mondjuk újraírni a középiskolai tankönyveknek ezt a fejezetét. Azért a kérdés pontosságára annyiban hagy reflektáljak, hogy ennyire jó és szoros párhuzamot a honfogláskör lehetekkel valóban mondjuk Moldávia területéről váltunk volna, vagy Ukrajnának a nyugati térségéről, amely időben és térben jóval közelebb esik a honfoglásköri lehetanyaghoz. Logikai alapon ennek a térségnek a magyarok elődeihez köthető lehetanyagának kellene legjobban hasonlítania már a mi honfoglalanyagunkhoz. Ebből szempontból egy kicsit meglepő volt, hogy gyakorlatilag Budapestől 3000 kilométerre a kvázi kiindulási helyszínen sikerült ilyen leleteket fellelni. Abból a szempontból mindenféleképpen illik a koncepcióba, hogy, vagy az őstörténeti koncepcióba, hogy a magyar nyelvnek, mint uráli finnugor eredetű nyelvnek, ez egy meglehetősen jó visszaigazolása régészetileg is, hogy legalábbis nincs a nyelvészet és a régészetnek az eredményei között mondjuk akkor eltérés, hogy mondjuk a nyelvészetileg az Urálba mennék, a régészet meg mondjuk Mezopotámiába vinne. Tehát ez egy nagyon jó visszacsatolás abból a szempontból, hogy bár nem nyelvészeti okok miatt megyünk az Urálba kutatni, hanem azért, mert oda megyünk, ahol a legjobb honfoglásköri biztosan magyar párhuzamokat találjuk, de hogyha ez a kettő egybeesik, az csak megnöveli annak a megalapozottságát, hogy erre időt, pénzt, energiát költsünk el, és egy nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy érdemben előre jussunk. Nem, hát most már elmondtak mindent. Én csak az előbb egy jó nagy levegőt, igen, de hát Attila elmondott mindent, úgyhogy. Közreműködni egy ilyenbe, de azért csak nem engedem, mert akkor ön is hadd jusson szóhoz. Milyen tudományos kihívás érdekel ennek az emberi oldala is, szakmai és emberi oldala is? Hát ugye egy oldalról azt kell látni, hogy van egyfajta tárgyi kultúra, Attila említette, hogy ez tulajdonképpen a 19. század első felétől már körvonalazta a kutatást. Ezt ma már elég jól ismerjük, tehát tudjuk. Nagy pontossággal meg tudjuk mondani, hogy előkerül egy csír, hogy az tizedik, ha volt mellette bármilyen tárgyi melléklet, akkor meg tudjuk határozni, hogy az a 10. században, vagy a 11. században temették el családtagjai, az a közösség, akihez tartozott, azt a személyt, akinek a síját megtaláljuk itt a Kárpát-medencében. Ugye az egy nagy kihívás volt ám a régészet szempontjából, hogy hol vannak annak a emlékanyagnak, ennek a tárgyi kultúrának a legközelebbi párhuzamai, amit itt mi megtalálunk ezekben a magyar sírokban. És tulajdonképpen már az 1840-es években elindulnak expedíciók, elején még tulajdonképpen egy-egy kutató megy el, majd kutatók mennek el a 19. századba, nagyobb oroszországi gyűjteményekben, majd már kutató expedíció is indul az 1800-as évek végén, amely megpróbálja feltérképezni az etelközi, a levédiai, tehát a írott történeti munkákból ismert szállás területeket. És valahol a 19. század végén, a 20. század elején létrejön
egyfajta olyan tudás, hogy igen, vannak olyan emlékek, vannak olyan tárgyak, nem is pontos, konkrét csírok, amelyek szintén mutatnak kapcsolatot ezzel a honfoglaló emlékanyaggal, amit mi a 10. században itt ismerünk. Viszont olyan mennyiség és olyan minőségű emlékanyag, mint amiről Attila az előbb szót ejtett, nagyon hosszú ideig nem került elő, nem volt ismert. Az 1990-es évekig, hogyha bármely tudományos fórumon szóba került a magyarság keleti hátterének régészeti emlékanyaga, akkor a konkrét csírok száma az egy kezemen megszámolható lett volna. Nyilván voltak ezen túl olyan régészeti jelenségek, olyan temetők, amelyeknél feltételezték azt, hogy talán ott vannak a magyarok, talán ott valamilyen korai magyarság jelenlétével számolhatunk. Azonban ezek száma se volt sok. És ehhez képest 2010 óta, valamint hát pár évet megelőzően, hisz Attila ugye ebből írta a doktori disszertációját, ez a kérdés jelentősen átalakult, tehát ma már nagyon sok, ehhez képest jóval több lelőhelyet, 40-50 lelőhelyet ismerünk Ukrajnától, Moldáviától, az Orosz Köztársaság keleti területig, ahol ismerünk olyan tárgyegyütteseket, olyan konkrét csírokat, leletegyütteseket, amelyeket párhuzamba állíthatunk a itteni 10. századi és magyarnak tartott leletekkel. Ez nem azt jelenti, hogy minden a steppén, az Urál mentén talált együttes esetén magyarok temették el, hanem azt jelenti, hogy egy olyan népesség temette el, amelyik hasonló anyagi kultúrával rendelkezett. És ez a hasonlóság, ez azért a régészet szempontjából nagyon is beszédes, hiszen minden esetben mindenképpen egyfajta képet nyújt arról, hogy honnan ered ez a 10. századi anyagi kultúra, mik ennek a gyökerei, vagyis jól látjuk ma már azt, hogy a magyarság az anyagi kultúrájának jelentős részét nem a Kárpát-medencébe vette föl, nem itt a szomszédos területektől vette át, hanem már eleve a bovó létezhetett, hozta magával ezekről a keleti területekről. Hiszen korábban volt egy olyan álláspont is, amelyik azt mondta, sőt még én magam is ezen a véleményen voltam korábban, hogy nem is biztos, hogy érdemben lehet bármit is keresni nekünk az orosz-ukrán területeken, hiszen ahogy változik az anyagi kultúra, mint ahogy változik ma a divat, tehát hogy 10-20-30 évvel ezelőtt más divat volt, úgy esetleg, mivel nem úgy esetleg azt ismerjük, hogy a magyarok a 10. században hogyan temetkeztek, milyen tárgyakkal temetkeztek itt a Kárpát-medencébe, de hát nem biztos, hogy ebből következtetni tudunk arra, hogy 20 évvel, 40 évvel korábban a Kárpát-medence szállásterületek, tehát Kárpát-medencét megelőző szállásterületeken milyen temetkezéseik voltak, és éppen ezért egyfajta pessimista álláspont alakult ki számos kutatóban azzal, hogy érdemben lehet-e ezzel foglalkozni, és ehhez képest az egy hatalmas eredmény, amit Attila a doktori disszertációjával felmutatott, majd pedig ezeknek az expedícióknak a már most megfigyelhető eredményei ehhez képest egy nagyon nagy tudományos előrelépést jelentenek. Természetesen ahhoz képest, hogy egy középiskolás történelmi tudáshoz képest ebben mi a novum, mi az újdonság és mi nem, az egy jóval elnagyoltabb nyilvánvalóan kép. Ott olyan szinten nem biztos, hogy lehet újdonsággal jelentkezni, nem is biztos, hogy kell. A tudománynak nem az a dolga, hogy heti rendszerességgel a címlapra kerülve mutasson be valamit, ami addig... Meg hát elég komoly baj lenne, ha hetente újra kéne tanulni. Hát igen, ez egy probléma lenne. Bocsánat, én vállalom, hogy most kizavarnak engem a stúdióból, de akkor műsorvezető nélkül maradunk. Szerintem önök hároman is megoldanák ezt a 4x20 percet. Nagyon röviden összefoglalom a kérdést, mert önök érteni fogják, és talán innen ki is indulhatunk, illetve vihetjük erre felé a beszélgetést, hogy aztán az expedícióról és a felfedezésekről beszéljünk. Mit gondolnak arról az álláspontról? Tényleg röviden összefoglalom, mert hosszan lehetne, hogy mondjuk a 10. századot megelőzően itt már voltak magyarok. Adott esetben Jézus magyar volt-e? De csak finoman.
kezdet. De vannak ilyen elméletek, ugye? Tehát lehet ezeket jó, tehát olvasni. Azért egy ponton álljunk meg. Mikor ezekről az elméletekről beszélünk, azt is érdemes megnézni, hogy kik azok, akik ezeket az elméleteket megalkották. És milyen tudományos érvelést tesznek meg? Tehát egyrészt ugye ezek az elméletek, ezek a 19. század végén, a 20. század elején születnek egy nagyon erős, felfokozott, Európa szinten felfokozott ezoterikus gondolkodásban. Akkor nagyon erős volt ez a vélekedés. Ráadásul számos tudományterület, például a sumerológia, a mezopotámiai nyelvek és történeti kultúrák kutatása jóval visszafogottabb állapotban volt, mint amilyen állapot, nyelvészeti kutatások, mint amilyen állapotban most vannak. Másrészt ezek az emberek jórészt semmiféle olyan tudományos, akik ezeket az elméleteket kitaláltak, semmiféle olyan tudományos képzettséggel és képesítéssel nem rendelkeztek, amely alapján komoly szakmai nyelvészeti megfogalmazásokat lehet hozni. Badonyi Jósról, ugye, akiről itt adott esetben. Szóval ez egy katonatiszt volt, aki 1944-ig itt részt vett a különböző harcokban, majd pedig 1944 után emigrált. Azt követően ugye Dél-Amerikában pelenka gyártással foglalkozott, és a pelenka gyártás mellett kezdett el őstörténeti kutatásokkal foglalkozni egy olyan területen, ahol ennek se kimondottan iskolája nem volt, mert azok nem Dél-Amerikában, nem Észak-Amerikában voltak, se nyelvi felkészültsége nem volt. Tehát nem tanulta meg ezeket a sémi nyelveket, és nem tanulta meg a nyelvészet akkor, mert kidolgozott szabályait. És ehhez képest természetesen a fantázia tág, tehát hogy bármit megenged és bármit beenged ezekbe az elképzelésekbe, és hát így alakulnak ki nyilvánvalóan ezek az elképzelések. Most ez körülbelül ugyanazon a szinten van szerintem, mint abba hinni, hogy akkor a holdállása, vagy a különböző csillagállások milyen hogy hatnak a mi életünkre, vagy az, hogy milyen csillagjegybe születtünk, az milyen hatással van. Természetesen az ezotériának minden ágán vannak olyan szereplői, akik ebben hisznek, és ez ebben az esetben hit, és nem tudomány, és vannak olyan szereplői, akik meg ezt kinevetik. Tehát, hogy a tudomány az egy másik játékterület, ez azt szoktam mondani, hogy ez egy másik sport. Tehát itt vannak szabályok, a szabályok azok meghatározzák azt, hogy a tudományos érvelés az milyen tudományos szabályok mellett vannak, hogyha ezeket a szabályokat nem tartom be, hogy egy focipályán fölrugdosom az ellenfeleit, vagy hogyha egy teniszpályán zsebre dugom a nekem jövő labdákat, akkor valószínűleg kiállítanak, mert azt mondják, hogy csak amit nem így kell játszani. Tehát, hogy a tudomány ezekkel nem tud, és nem is akar mit kezdeni, vagy nem érdemes mit kezdenie, mert ez nem erről szól. Ezek ilyen hitek, nem tudományos megállítások. De hogy ne kerüljük meg a kérdésre, ahol konkrét Péter, nagyon PC volt ebből a szempontból. A kérdés első fele az lenne tekinthető vizsgálat a tudományos szempontból is, tehát hogy a honfoglás előtt értlek-e már esetleg a magyarokhoz köthető, vagy magyarul beszélő csoportok a Kárpát-medencében. Erre jelen pillanatban tudományos van az, hogy nem ismerünk ennek bizonyítékát. Ami a másik felét kérdezi, ugye az a rázósabb Krisztus ügye, de örülök, hogy ezt a kérdést bedobta. Időről időre előkerül. Természetesen, hát erre végképp nincsen tudományos magyarázat, de ebből a szempontból például mindenki megértheti, hogy a magyar őstörténet régészeti kutatásának fő szponzora az utóbbi években miért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az őt fenntartó Magyar Katolikus Egyház vált, hiszen ezek az elképzelések rendkívül kényelmetlenek. Ennek a közegnek is, és ez ellen érdemben tenni csak a tudományos, az igazi, a Péter által összefoglalt tudományos módszerekkel, illetve ezeknek a kutatásoknak a támogatásával lehet. Annyit tennék még hozzá, hogy a kérdés
én arra részére reflektálnék, hogy, hogy amikor azt kérdezzük, hogy lehetett-e te magyar, akkor ugye már akár az Attila szavaiban, vagy az ön megfogalmazásában is az ember mindig hozzátesz egy következő formulát, kiegészíti, hogy magyar, magyar nyelvű, magyar leletanyagú, és akkor már utalunk arra, hogy mi minden karakterizálja azt a fogalmat, hogy magyar. Ennek kapcsán, ha nekem biológusként vagy antropológusként választ kell válaszolni erre a kérdésre, és az ember távol tartja magát attól, hogy most én milyen közegbe foglalok állást, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy biológiai értelemben a humán karakterisztika szempontjából lehettek itt olyan népességek korábban is, amelyek hasonlóak ahhoz a népességhez, amelyek a honfoglalók jelentettek. Tehát igazából az ellentmondás nem ott van, hogy volt-e itt már olyan, hanem azokkal a jelzőkkel, amikkel egyébként meghatározzuk a magyart, vagy a honfoglaló magyart, ezek bírnak-e, vagy nem bírnak. Mert az, hogyha tudjuk, hogy kelet felől jöttük, vagy ebbe van egy megegyezés, azért kelet felől elég sok népesség eléri a Kárpát-medencét, azért tudjuk. Nevezzük ezt névvándorláskornak, de ha nem a névvándorláskornak nevezzük, hanem kicsit előbb megyünk, akkor se jutunk rossz területre. És ez itt a Kárpát-medencében valamilyen mértékben rétegződik, az jól látszik, hogy földrajzi értelemben az Alpok az egy megállító terület. Tehát nagyon sokan idáig jönnek, itt telepednek le, vagy nem mennek tovább, vagy már nem úgy mennek tovább, vagy nem olyan életmóddal mennek tovább. Ennek kapcsán a Kárpát-medence felgyűjti ezeket a népességeket. És ezek a népességek között, mivel jó néhány részük ugyanazról a területről jön, és ugyanazon a területnek különböző kronológiai aspektusaiba ők találkoztattak egymással, logikus, hogy itt tudunk találni olyat, aki egymással valamilyen kapcsolatban van. De hogy ezt rögtön lefordítsuk arra, hogy akkor ez most magyar-magyar, ilyen avar-magyar, hun-magyar, meg bármi, ehhez kell az a tudományos megközelítés, amit Péter elmondott, hogy önmagától ezek a dolgok nem fognak. Ha nagyon perverz dolog lenne, azt mondanám, ha rendelkeznénk olyan csontvázal, amit a tudomány, és persze itt már rögtön félre megy a dolog, Jézus maradványának tart, és abból valaki DNS mintát venne, akkor egy óriási dolog lenne, mert az a rendkívül sok ember szerintem, hogy mondjam, hasonlóságot mutatna a DNS variabilitásnak a szintjén. Mert azt mondom, hogy valahol a közel-keletről származik, ott született, a közel-keleti területnek a gén állománya az a neolitikum óta részt vesz a Kárpát-medence és egész Európa és nagy területek genetikai állományának a meghatározásában és fenntartásában. Tehát ez a kérdés ebbe a formába értelmetlen, mert mi biológiai csoportokat használunk, annak a karaktereit építjük egymásra és hasonlítjuk össze, és nem öltöztetjük föl rögtön azokkal a szavakkal, amelyek etnikus irányba, vagy akár ne adj Isten személy irányba elviszik a dolgot. Akkor csak... Még egyet, bocsánat, ehhez azért érdemes hozzáfűzni. Tehát, hogy egyáltalán miért is beszélünk mi most itt a 21. század elején erről az egészről. Ennek azért van egy másik tudománytörténeti szociológiai vetülete. Ez pedig tulajdonképpen mondjuk így az elmúlt 40 év vagy 50 évre, ahogy szokták mondani, vezethető vissza. Tehát a szocialista időszakban kialakultak ellenkultúrák, hát ezeket jól ismerjük, ennek gondolom ebben a műsorban is többször volt már ezekről az ellenkultúrákról szó. Na most nyilvánvaló egyfajta ellenkultúraként jelent meg az a 1950-es, sőt 60-as, 70-es években, hogy mindaz, amit a tudományosság is elmond, az blödség, az hazugság, hiszen jól látjuk azt, mondták sokan akkor, a újságolvasó emberek, hogy bemondják, hogy így, ilyen színvonalon érünk, és hát tapasztaljuk napi szinten, hogy másképp élünk. Más az, ami a médiumok közvetítenek, hiszen egy tervgazdálkodás volt, egy olyan rendszer volt, ami be akarta csapni saját magát is, és be akarta csapni az alattvalóit is. És ugyanezt viszont kivetítették ezek az emberek, és ezek a korabeli gondolkodók a tudományosságra is, hogy természetesen itt is be akarnak csapni minket, egy rosszabb, vagy egy kevésbé szép múltat akarnak nekünk adni, mint amilyen múltunk nekünk valójában volt. És tulajdonképpen ez az a megközelítés, ami
valójában tovább él ezekben az elképzelésekben, hogy Jézus is magyar volt, a görögök is magyar, sőt, az egyiptomi piramisokat is magyarok építették, tehát ebben egy jóval dicsőbb, egy eltúlzó dicső múltat próbálnak meg adni annak a kiválasztott népnek, amely kiválasztott nép Magyarországon a magyar, de az egyik expedíciónk során pont Ukrajnába mesélte egy kolléga, hogy hát igen, ő ezzel ugyanígy találkozik, Ukrajnában is el szokták mondani, hogy Krisztus is és Mohamed is ukrán volt. Tehát, hogy ezt egyébként nagyon sok helyen megtaláljuk, tehát, hogy anyajában ukrán, apajában magyar. Tehát igen, tehát, hogy... Ha csak ketten vagyunk ebben a történetben, igen. Ezek az összeesküvés elméletek, illetve az ehhez kapcsolódó ilyen eltérő elképzelgések, ezek tulajdonképpen nem csak Magyarországon vannak meg, hanem jóval szélesebb területen. És mindez természetesen részben összefügg azzal, hogy egyfajta negligálását remélik a hagyományos, tudományos elképzeléseknek. Viszont egy olyan munka sem született, amely konkrétan bizonyítékokat, tudományos bizonyítékokat hozott volna bizonyos állítások alátámasztására. Innentől a kutatók nem is nagyon szívesen foglalkoznak ezzel a dologgal, vagy maximum csak kényszerűségből, mert nincs értelme, nem lehet egy ilyen személlyel vitatkozni, nem is kell. Ezért mondtam azt, hogy ezek hitek. Tehát nem hiszem, hogy bárkivel érdemes vitatkozni annak az adott személynek a hitéről. Nyilván nagyon sokunknak van hite valamiben. Na most én nem vitatkozok hitekkel, hiszen pont az a különbség ebben, hogy ő elhiszi azt, amit azt jelent. Ebben, abban pedig tudományos érveket fölhozni, hogy akkor miért van így, vagy miért van úgy, nem is érdemes. Tehát, hogy itt van ez a, itt van egy óriási csúszás ebben a, vagy csúsztatás ebben a dologban, hiszen ezek a dolgok jó részt hitekre épülnek, jó részt olyan felfogásra épülnek, amelyekkel egy kutató nem is tud mit kezdeni, és adott esetben nem is akar. Másrészt pedig nagyon sokszor ezek az elképzelések agressziót is kiváltanak azokba a személyekbe, tehát én azt vettem észre, hogyha ilyen személyek írnak nekem mondjuk az interneten levelet, akkor nagyon dühös leveleket kapok, vagy pedig nagyon dühös reakciókat kapok. És még mielőtt most összeverekednénk a stúdióban, tegyünk nem három erről van pontot, mára lejárt az időnk, de természetesen a következő adásban, amit önök majd szerdán láthatnak, folytatjuk. Az uraknak egyelőre köszönöm önöknek a figyelmet. Szerintem izgalmas hét elé nézünk, már talán az első 21 néhány perc is ezt bizonyítja, és hát még magáról az expedícióról, és a nagyon-nagyon sok minden, ami körülveszi, és eredmények, és leletek, nem is ejtettünk szót. Ezzel folytatjuk hamarosan. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.